A KOAAS 31 W T-típus számú Electrolux beépíthető sütő egy standard 60 cm széles konyhaszekrény elembe helyezhető el. A készülék energiaosztályba sorolását tekintve A2+-os, 70 literes a készüléknek, a sütőnek a hasznos űrtartalma. Ha megnézzük a kezelőfelületét, akkor érintőpaneles, aktív TFT-s vezérlést kapott a készülék. Ez azt jelenti, hogy magát a kijelzőt kell megérinteni, úgy tudjuk kiválasztani a sütő funkciókat. Ezek között megtalálható a tartósítás, aszalás, joghurt funkció, edénymelegítés, kiolvasztás, csőben sütés, hőlékbefúvás alacsony hőfokon, melegen tartás, nedves hőlékkeverés, grill funkció, infrasütés vagy más néven infragrill, hőlékbefúvás magas hőfokon, fagyasztott ételek sütése, alsó-felső sütés együtt, pizza funkció, külön alsó sütés, illetve itt már van egy úgynevezett gőzfunkció is, mivel a készülék egy gőzgenerátorral is rendelkezik, tehát a normál sütés-gőzsütés kombinációja is választható, és aztán a kimondott gőzfunkciók mellett a szuvidálási lehetőség is megtalálható a készülékbe. A regenerálódás, ami azt jelenti, hogy ugye az ételt fel tudjuk melegíteni a gőz segítségével, anélkül, hogy mondjuk egy mikróba kéne ezt tegyük. Kenyérsütés, kelesztés, illetve megint csak a négy különböző gőzfunkció, a vitásütés, magas páratartalmú gőzsütés, közepes páratartalmú, illetve alacsony páratartalmú gőzsütés. Ha bármelyik sütőfunkciót kiválasztjuk, jobb felső sarokba leokézzük, utána megérintjük a hőmérséklet beállítási lehetőséget, és tetszés szerint 5 fokos pontossággal egészen 230 Celsius fokig ki tudjuk választani a használni kívánt hőfokot. Utána nincs más dolgunk, mint a start megérintésével egyszerűen elindítjuk magát a sütési folyamatot. A készüléknek van egy menüje, a menüjében vannak előre programozott sütések, itt ételkategóriákból tudunk választani. Ugye a kategóriákon belül vannak még ugye húsok, szárnyasok, halak, tengergyümölcsei, azon belül például a szárnyasoknál van csirke, kacsa, liba, pulyka, a csirkén belül ott van az egész csirke, fél csirke, csirkemell, csirkecomb, csirkeszárny. Csirkecombot szeretnénk készíteni például, akkor tudja, hogy azt milyen sütőfunkcióval, milyen hőfokon, illetve mennyi ideig kell készíteni. Ha ezekkel a paraméterekkel mi elfogadjuk és elindítjuk a sütést, start megérintésével lefuttatja ezekkel a magát a sütési folyamatot, az idő lejárt, akkor pedig le is kapcsolja azt. Ugye, ha vannak olyan ételek, amit rendszeresen szoktunk készíteni, de nincsenek benne az előre programozott sütések között, akkor a menüjébe van egy olyan menüpont, hogy kedvencek, ide el tudunk több ételt is menteni, az általunk már jól bevált, kitapasztalt paraméterekkel, és akkor az legközelebb ugyanúgy, mint az előre programozott sütéseknél, innen is előhívható, és akkor egy mozdulattal elindítható a sütés. A készülékben van egy tisztítási menüpont, ugye ha már gőzgenerátoros a készülék, akkor ugye az öntisztító rendszerebe egy gőztisztítás. Itt közel 100%-os páratartalmú gőz fog beadagolni a sütőkamrába, a sütő belső felületére lerakódott szennyeződés az gyakorlatilag feloldódik, tehát nem kell zsíroldozni, nem kell sikálni, hanem egyszerűen át kell törölni ezeket a felületeket, ugye a gőz az le fogja oldani, tehát most megkönnyíti nekünk ezt a tisztítási folyamatot. Ugye a tisztítás menüpont alatt van gőztisztítás, tisztítás és gőztisztítás plusz. Itt igazából az időtartamban lesz különbség, ha erősebben szennyezett sütőtér esetében ugye a gőztisztítás plusz funkciót célszerű elindítani. Van benne egy vízkőmentesítési lehetőség, itt gyakorlatilag a készülék majd jelezni fogja nekünk, hogy egy bizonyos üzemóra után, hogy magát a vízkőmentesítést el kéne indítani, nincs más dolgunk, mint akkor kiválasztani ezt a funkciót, illetve vízkőmentesítő folyadékot kell a víz tartály behelyezni. Van még egy öblítés, ugye, amikor lement ez a tisztítási folyamat, akkor célszerű átöblíteni a rendszert, hogy a csövekbe semmilyen vízkömentesítő folyadék vagy annak lerakódása ne maradjon, illetve van egy szárítási lehetőség is. Ez akár a sütés után, akár a vízkömentesítés után, ugye, amikor párás a sütőtér belseje, tehát lecsapódik a pára, akkor a szárítás menüpont alatt ezt gyakorlatilag szépen leszárítja nekünk.
Ezen kívül még vannak az egyéb funkciók, itt igazából már csak a sütővilágítást tudjuk aktiválni, világításikon látható legyen a kezdőképernyőn vagy ne, gyors felfűtést szeretnénk aktiválni vagy se, ugye melegentartás, gyerekzár, tehát ezek a lehetőségek vannak, amit itt ki tudunk választani. Utolsó menüpont a beállítások, itt ugye van egy csatlakoztatási lehetőség, mert hogy ez a készülék wifi hálózatra is csatlakoztatható, tehát telefonos applikáció segítségével távolról is tudjuk működtetni ugyanezeket a funkciókat, amit itt a készülék képernyőjén be tudunk állítani, ezt elérjük az applikáción keresztül is. Ugye az applikációs csatlakoztatásról van egy külön kis videó, érdemes azt is megnézni. A beállításokon belül még vannak egyéb beállítási lehetőségek, itt már inkább a kijelzőre vonatkozóan, a kijelző nyelvezete, a pontos időt tudjuk beállítani, az időkijelzés az aktív legyen vagy ne, akkor is, amikor kikapcsoljuk a készüléket, digitális óra stílusa, a tisztítás emlékeztető, nyomógomb hangja, illetve annak ugye stílusa, a hangbeállítás, figyelmeztető hangerő, kijelző fényerő, illetve a vízkeménység, ugye a lakóhelyünknek megfelelően be tudjuk állítani, illetve a hőmérsékleti egység, hogy Celsius vagy Fahrenheit legyen. A készüléknél a jobb felső sarokban található egy kivehető víztartály. Ugye általában a gőzsütőknél csak egy betöltő nyílást látunk, ez ezzel szemben azért nagyobb, mert hogy a sous-vide funkció miatt itt hosszú órákon keresztül kell képes legyen kiszolgálni ugye vízzel, illetve gőzzel az ételkészítési folyamatot a készülék. Megnézzük a belsejét. Felszereltségében három tepsit, egy sütőrácsot látunk, ezt is kapjuk ugye a készülékkel. Emellett tartozéka egy teleszkópos sütősimpár, amit bármelyik tepsi magasságba az öt lehetőség közül fel tudunk pattintani egy mozdulattal, és ez bármikor át is helyezhető, és akkor a sütősínre helyezett tepsi kihúzott állapotába is vízszintes marad, mint egy fioksin olyan elven működik. Szintén kapjuk a készülékkel együtt ezt az elektromos maghőmérőt, aminek a csatlakoztatási pontja itt a jobb felső sarokba az ajtó takarásában található. Másik felét ugye a kis szonda részét beleszúrjuk az ételbe, és akkor a kijelzőn az étel belső hőmérsékletét fogja mutatni. Úgy is programozható a sütő, hogy amikor a szonda azt érzékeli, hogy az étel közepe is átsült, akkor automatikusan lekapcsolja azt. Illetve szintén még egy pároló edény az, ami alapból bele lesz csomagolva a készülékbe, ez ugye egy dupla edény, az egyiknek lyukacsos az alja, a másik az teli, tehát ételek párolására tökéletesen használható. A készülék ajtaja az szétbontható, négy rétegű ajtóüvegezéssel van ez a modell ellátva, így ha szétszedjük, akkor minden egyes üveglaphoz külön-külön is hozzáférünk, tehát nagyon könnyen, egyszerűen fogjuk tudni takarítani azt. Electrolux beépíthető sütő, exkluzív matt fekete kivitelben, magyar nyelvű szöveges aktív TFT vezérléssel, sous-vide funkcióval, elektromos maghőmérővel, teleszkópos sütősinnel.